Látványos megnyitóval vette kezdetét az Önkéntesek hete programsorozat kedden délelőtt. A szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája jelenléte az élet számos területét jobbá teheti. Ennek okán született meg az a pályázati kiírás, melyet a Fejér megyei civil közösségi szolgáltató központ hirdetett meg a civil nap alkalmából. A cél az volt, hogy megtalálják Fejér megye legjobb civil kezdeményezésű programjait. A hagyományteremtő felhívásra számos pályamunka érkezett, melyek közül első alkalommal 5 került ki győztesként. Ők a hét folyamán bemutatkozási lehetőséget is kapnak. A legjobb pályamunkák közül 5-öt tudtunk díjazni, akiket a mai napon egy kiállítás keretében bemutatunk. Ugye 5 szervezet mutatkozik be, és ezt összekapcsoltuk az Önkéntes hete programsorozattal is. Tehát egy olyan tematikus programsorozatot állítottunk össze, hogy akik a tablón szerepelnek, minden nap egy szervezet, pénteken 2 szervezet mutatkozik be, interaktív előadásokkal, programokkal, gyerekeknek, felnőtteknek. Székesfehérvár többször is komoly példát mutatott már az önkéntesség kapcsán, ezt már Mészáros Attila alpolgármester mondta, aki hozzátette, a város nagyon sok segítővel dolgozik együtt, legyen szó akár a COVID-helyzetről, akár az ukrán menekültek megsegítéséről, vagy az élet bármely más területéről. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt években valamilyen formájában az önkéntességnek részt vett valamilyen munkában, de nyilván ezeken a fő területeken kívül az élet minden területén nap mint nap dolgoznak és találkozhatunk önkéntesekkel Székesfehérváron, akár egy kis városrészi terület rendbehozatalában, akár az állatmenhelyek tekintetében, vagy az idősellátásban. Úgyhogy én azt gondolom, nagyon büszkék lehetünk a székesfehérváriakra, akik aktívan részt vesznek, és hát nyilván fontos, hogy legyenek olyan szervezetek, akik pedig ezt koordinálják és segítik. Kedden elsőként a 2009 óta működő és 2012 óta támogatott Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület kapott lehetőséget látványos bemutatkozásra a négylábú tanársegédekkel a gyógyulásért elnevezésű programjával. Az általános iskolákban a sajátos nevelési igényű BTMN-es gyerekeknek a fejlesztésébe kapcsolódunk be terápiás kutyákkal, de gyógypedagógiai intézménnyel az ezredéves iskolában is ott vagyunk már hosszú-hosszú évek óta, valamint a szakszolgálattal, a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálattal és logopédiai csoportokban közreműködünk terápiás kutyákkal. A hét további részében délutánonként várják az érdeklődőket a térre. Szerdán a Honvédség és Társadalombaráti Kör Egyesület székesfehérvári szervezete, csütörtökön a Székesfehérvár és környéke gazda kör egyesület mutatkozik be, pénteken pedig 2 egyesület, a V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete és a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány programjai lesznek láthatók a civil központ előtti téren.